Kedves nézőim, most pedig kérem, tekintsék meg Macska Hűség című összeállításunkat. A Géber házaspár évek óta megteszi napi sétáját a Petőfi utcai háztömbök körül, egy fekete macska kíséretében. A cica tisztes távolból követi őket, majd, mikor az idősek megpihennek, a macska is leheveredik melléjük. Amikor újra elindulnak, az állat is megy utánuk, akár egy hűséges kutya. Ritkán látni macskát sétáltató embereket az utcákon, pláne így, mintha valami titokzatos, láthatatlan lánc kötné őket össze. Az idős pár nem hívja, nem csalogatja, és nem eteti útközben, a macska önszántából megy velük. A legérdekesebb azonban az, hogy itt nem az emberek fogadták örökbe az állatot, hanem a macska választotta ki őket évekkel ezelőtt. Úgy történt, hogy nekünk is volt egy hasonló cicánk, és azt követte, vagy összebarátkoztak. Közben az megbetegedett, el kellett tartatni, és attól fogva ő átvette az uralmat, mert addig is szerette volna, mert elzavarta a mi cicánkat. Korábban a saját macskájuk nem ment velük a napi sétájukra. Igaz, egyszer elvitték magukkal egy darabig, a macska azonban haza már nem kísérte őket. Útközben eltűnt, és elő sem került néhány napig. Viszont ez a cica már akkor is követte őket, amikor ők még egyáltalán nem foglalkoztak vele. Kóbor macska volt. Volt ott sok ilyen cica, aztán ő egyedül maradt, és hát pártfogásba vettem, mondom, ez rossz a sors, a szegénynek legalább ne éhezzen, és akkor mindig adtam neki enni. Fönt a lakásba, ott kapja meg a kaját, és hát jön utánunk. És mit gondol, miért éppen magukat választotta? Talán etették korábban a saját macskájuk mellett? Nem, haragudtam rá, mert a miénket elzavarta. Nagyon harcias volt, nem etettem addig. Nem tudom, szerintem kiválasztott bennünket, szeret sétálni, nézegetni, és azért jön, mert egyedül nem megy el sehova se. Hány éve sétál önökkel ez a macska? Körülbelül azt mondhatom, hogy olyan 3 éve. Ha leül a férjem megpihenni, akkor megpihen ő is. Mert őnek is a lába fájából törve, neki egyik lába 3 helyen. Hányszor sétálnak így a macskával? Hányszor? Hát 2-szer. Mert reggel is kijövünk sétálni, és valamikor reggel is jön utánunk. Attól függ, hogy kint van-e, mert ugye éjjel el szokja magát szállásolni valahova, és akkor jön. A ház körül megyünk 3 kört, azt is lejárja velünk, akkor utána délután jövünk erre, a Petőfi Sándor utcába, itt is végig jön velünk. A macska az éjszakákat a szabadban tölti, de nappal ma már a házaspár lakásában lakik. Ott kap enni, de útközben soha nem etetik. Mivel a bácsi már nehezen mozog, egyedül nem tudja elhagyni a lakást. A bevásárlásokat a felesége intézi, de csak vele nem szokott sétálni a cica. Csak is akkor, ha az idős bácsi is jelen van. A macska viselkedésére megpróbáltuk megkeresni a választ tudományos és spirituális megközelítésből is. A tudományos magyarázatot dr. Színesi András állatorvos világította meg. Az állatvilágban is léteznek a feromonok ugyanúgy, mint nálunk az embereknél. Én olyat tudok elképzelni, hogy esetleg az úriembernek az illata, akár valamilyen gyógyszernek az eredményeképpen, akár az ő kora, ha jól tudom, beteg a bácsi, akár a betegsége következtében, valami olyan feromonokat választ ki, amit mi emberek ugyan nem érzünk, de az állatvilág ezt érzékeli, és a macska is érzékeli ezeket az illatanyagokat, és innentől kezdve ő valamiért úgy gondolja, hogy neki követnie kell ezt az emberkét, szimpatikus a számára ez az illat, és ezért van szinte rákattanva a bácsikára. Ez egy nagyon fontos dolog az állatvilágban, tehát ugyanúgy ott is a szimpátia működik, mint nálunk az embereknél, és a szimpátia alapja nagyon sokszor ilyen érezhetetlen illatanyagok, azok az úgynevezett feromonok. Tapasztalt-e már hasonló viselkedést macskáktól?
Sokszor van olyan cica, aki ragaszkodik egy-egy emberhez, főleg ezek a kóbor állatok, de inkább olyan jellegű kötődés szokott kialakulni, hogy eteti az emberke, mindig ugyanott van étel kihelyezve, és inkább azt érezzük, hogy itt az étel az, ami az elsődleges kötődés, kevésbé ez a típusú kötődés, mint amit itt tapasztalunk. Amit láttunk már több esetben, hogy ha valamilyen hormonális változás áll be emberben, akkor erre érdekesen tudnak állatok reagálni. Akár kutyák, akár macskák esetében tapasztaltunk már olyat, hogy hirtelen viselkedés változás, és ez sok esetben vadulást jelent, tehát kutyánál jártunk úgy, hogy a családban történt nőgyógyászati operáció az egyik gazdában, és a kórházból hazatérve az a kutya, aki eddig soha semmit nem csinált ezzel a gazdával, rámozdult a gazdára, és támadólag lépett fel. Úgy tudtuk kideríteni, hogy itt valami ilyesmi lehet a háttérben, hogy a kutyát egy implantátum segítségével kasztráltuk, így teszteltük azt, hogy mi történik, ha kiheréljük a kutyát, és abban a pillanatban, ahogy a herélés megtörtént, és a kutyát nem a tesztoszteron működtette, abban a pillanatban megszűnt ez a támadó magatartás, illetve most, hogy már kiment ez az implantátum a kutyából, és már eltelt a hölgynek az operációja óta is több mint fél év, teljesen megszűnt a dolog, tehát nem tért vissza ez a támadó magatartás, így arra következtettünk, hogy itt valami hasonló helyzet következhetett be. Tehát ugye sok esetben macskáknál lehet azt tapasztalni, hogy az ivarzás alatt a családból kiválasztanak egyes személyeket, akiket hát szinte kandúrmacskaként tekintenek, és tekeregnek a lába körül, emelgetik a farkukat, pucsítanak, és hát a párosodásra utaló mozdulatokat végeznek, és itt teljesen mindegy, hogy férfi vagy női gazdáról beszélünk. Sok esetben akár egy parfüm használata is lehet a háttérben, hogy miért pont azt a gazdát választja ki. Mennyire jellemző egyébként az, hogy egy macska ennyire ragaszkodik az emberekhez? A macska egy elég ragaszkodó típus. Ezt sokszor látjuk, amikor idősebb embereknek van cicája, és mondjuk a házaspár egyik tagja meghal, utána nagyon gyorsan van, hogy a macska is képes utána halni a gazdájának. És nem egyszer találkozunk olyannal, hogy kezeljük a macskát, tudjuk mi a betegség, gyógyítható a betegség, normál esetben meg is szoktak gyógyulni a kezelésre, és egyszerűen bármit csinálunk, a macska szinte mintegy feladja a küzdelmet, és elmegy a gazdájának. Után. A cicáknál ez sokszor tapasztalható, kutyáknál ritkábban, a macska valahogy ebben sokkal szocializálódottabb és sokkal jobban kötődik a gazdájához. A fekete macskákat sokféle babona övezi. Hogy mi állhat az idős bácsit követő macska viselkedésének hátterében spirituális szempontból? Az ezotéria területéről kapott válasz nem sokban tér el a tudományos magyarázattól. A közhiedelemmel ellentétben ugyanis a fekete macska nem a bal szerencse hordozója, hanem a spirituális gyógyítás képességével rendelkezik. Mivel a fekete macska a gyógyító energiákat képviseli, és a gyógyítást szimbolizálja, mint minden macska, így tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a fekete macska a bácsinál összeszedi azokat a negatív és betegséges energiákat, amiket a bácsi magával hordoz. A fekete macskáról tudni kell, hogy a fekete színe miatt nagyon gyorsan tudja összegyűjteni ezeket a negatív energiákat, és a színe által állandóan leadja ezeket a tappancsaink keresztül a földanyának vissza, ezoterikus megközelítésből. A bácsi, mivel beteg, ezért a macska érzi ezt a betegséget, ezt a negatív energiát, és ezért követi a bácsit, és mindenhol, amerre mennek, ugye, felszedi ezeket a negatív energiákat, és a saját testén keresztül újra visszaküldi a természetbe, hogy így fogalmazzak. Tévhit a fekete macskával kapcsolatban, hogy ugye ilyen nagy babonák, meg olyan nézetek vannak, hogy ugye ő a rosszat, a gonoszt, a sötétséget képviseli, és nem, sőt, ellenkezőleg. A fekete macskáról tudni kell azt, hogy a boszorkányoknál is, hogyha itt most az ezotériát be akarom vezetni, szimbolikusan megjelentek, ott is összegyűjtötték a negatív energiát. A lakásban is, ha macskát tartunk, nem a negatív
helyet szeretik a macskák, hanem épp azért fekszenek a negatív helyekre, mert ott összegyűjti azokat az energiákat, amiktől a lakást, akár az embereket meg kell szabadítani. Intézetekben is sok helyen vannak olyan macskák, akik öregeknél vannak és simogathatják. A macska ugye megérzi, hogy mondjuk kinek romlik az állapota, mert jelez, oda fekszik, de ugyanígy köztudott az is, hogy egy dorombolo macskát simogatni, ez lehet akár házi macska, fekete macska, bármi, egy dorombolo macskát simogatni a stresszet, az idegességet, a feszültséget levezeti, vagy sok helyen alkalmazzák is ezeket. Ancsa Jósnő szerint a szerencsétlenséget hozó fekete macskához kapcsolódó babona eredete is a macska által összegyűjtött negatív energiákkal van összefüggésben, amelyektől a macska járás közben szabadul meg. Az esetlegesen bekövetkező bal szerencséért nem a macska, hanem a hozzáállásunk tehető felelőssé. Mert ha valamitől félünk, ugye ez be is teljesül. Ön mit gondol a fekete macskákról szóló babonákról? Észrevette vagy tapasztalta-e esetleg olyat, hogy a fekete macskáknak más a viselkedésük, mint a más színű állatoknak? Az autóbalesetes macskáinknál jelentősen nagyobb számú a fekete macskák száma, mint a más színűeké. Ugye ebben benne van az, amikor a kedves autósok úgy gondolkodnak, hogy jaj, ne menjen át előttem, és ráhúzzák a macskára a kormányt. Na most én úgy gondolom, hogy azért ez egy nagyon... Szép szavakat szeretnék használni, de nehéz. Nagyon etikátlan viselkedés az állatvilággal szemben, mert az a szerencsétlen macska nem tehet róla, hogy fekete, és nem tehet róla, hogy ő ott éppen át szeretne menni, és nem tehet róla, hogy több száz éve ráragadt ez a hagyomány vagy hiedelem. Nem fog ő semmiféle csúnyaságot okozni.